Jó itt látni a válogatottnál, mert ugye még a világbajnokság után nem tudtad, hogy folytatod, de még nyáron is volt egy képes sportinterjú nálunk a Nemzeti Sportnál, amiben mondtad, hogy nem tudod, hogy mi lesz a következő idényben, aztán visszajöttél a DVTK-hoz, és hát itt vagy a válogatottnál is. Igen, köszönöm szépen, jó itt lenni, én is jól érzem magam. A nyár szerencsére úgy alakult, ahogy végül is nem terveztem, de az élet így hozta. Tehát ez a puzzle darabkák a helyére kerültek, és tök jó, hogy Miskolc megadta nekem a lehetőséget, hogy még játszak. Nagyon jól érzem magam, tényleg nagyon jó a csapat Miskolcon, jók a srácok, normálisak, jó a csapat összhang, és remekül érzem magam a bőrömbe ott a helyemen Miskolcon. Mellette ugye még minden más feladat rám hárult, amit külön élvezek, és nagyon örülök, hogy most itt lehetek újra a srácokkal. A család is támogatott abban, hogy folytasd, hogy azért voltak otthon zsörtölődések, hogy miért állsz neki még egy idénynek? Nem, nincs zsörtölődés. Feleségem, fiam is szereti, hogy ha úgy gondolom, hogyha látnak a pályán, így, hogy Miskolcon vagyok, így folyamatosan együtt tudunk lenni, ugye kivéve a túrákon. Úgy tudok fogalmazni, hogy helyére került minden, és jól került helyére minden. Ugye azért neked megvan a válogatottban a presztízsed, de gondolom, hogy nem olyan könnyű bekerülni ebbe a válogatottba, hiszen most is nagyon bő a keret, nagyon sok a fiatal, és hogy látod ezt, mekkora harc lesz itt az A-csoportos tagságért majd? Nem biztos, hatalmas harc lesz. Mindenkinek tennie kell a dolgát, amit éppen az edzői stáb kiszab rá, és már itt az első meetingeken is elhangzott, hogy aki a legkeményebben dolgozik, az fog bekerülni a végén. Természetesen nem csak ember van, de most is már sokan vagyunk, és mindenki meg akarja mutatni magát meccseken, ami nem lehetséges valószínű, habár nem tudom, mennyire fogja rotálni, ugye, hogy valószínű most mindenki azért még szóhoz fog jutni, de áprilisban már ez másképp lesz, úgyhogy minden kis apró lehetőséget ki kell használni mindenkinek. Kevin Konstantin lett az új kapitány. Milyenek az első benyomások? Nagyon jó fej edzőnek tűnik, tényleg szigorú, De úgy látom, hogy érti a játékosok nyelvét is. Másfajta edzéseink vannak, az biztos, mert most itt az első alkalom után összetettebb, tényleg a taktikai elemekre fókuszáló, nagyon fókuszál, nem mint hogyha az előző Szimmer ugye nem fókuszált volna, csak sokkal jobban a kis apróságokra is fókuszálunk, és mint a Fehérvárnál, ugyanazt tudom mondani, hogy beültünk a padba, és ugye tanuljuk, hogy ki merre, hogyan. És ez a jégen is látszik, hogy nem vesztegetünk el egy másodpercet sem, de ez eddig is szerintem jellemző volt a magyar jégkorong válogatott edzéseire. Ez most sem változott, mindenki fókuszál tényleg, és azt kell, hogy mondjam, hogy 32, talán 32-en vagyunk, vagy valahogy, tehát nagyon sokan 6 sorral voltunk, és így nagyon nehéz jó edzést csinálni, de kiváló edzést volt ez az első, és tényleg ilyen sok sorral is elfáradva jöttünk le, úgyhogy le az összes kalap. Galovil most mondta az imént nekem, hogy újdonság volt neki, hogy a tananyagokat kaptatok a kapitánytól, ez neked is újdonság volt? Hát most igen, tehát hogy érthető, hogy ez miért van, tehát úgy gondolom, hogy nem sok edző csinálja, de nem olyan nagy ördöngőséggel sajátítani, tehát hogy úgy gondolom már mindenki, talán a nagyon fiatalok nem, de én is csináltam már ugyanezt a taktikát valamikor a karrier alatt, szerintem mindenki más így van, nem kér tök nagy újdonságokat egyáltalán, de amiket kér, az be kell tartani, úgyhogy ez nagyon egyszerű, mindenki intelligens, értelmes játékos, aki itt van, meg aki itt lesz, jön, és a válogatott környékén van, úgyhogy ezt mindenkinek nagyon gyorsan el kell sajátítani. Vizek simán mentek? Én pont kimaradtam belőle, mert én egyetemen voltam, de be fogom pótolni, valószínű, de azt mondták a srácok, hogy nem volt egyszerű, sok volt, sok kérdés volt, kevés időre, úgyhogy kíváncsi leszek majd én is, mikor megcsinálom. Fejvárjaktól tudsz kérni majd tanácsokat, akik még nincsenek ugye itt, vagy hát néhányan itt vannak már, igen, de legtöbbjük nem. Csütörtökön kezdődik számotokra ez a torna, ugye igen, jó névsor jött össze, sokkal több csapat, mint tavaly. Hogy látod, mi lesz a célja a válogatottnak ezen a háromnapos tornán? Hát mindenképp kipróbálni, ugye a játékosokat az edző szemszögével nézem, akkor neki ez egy fontos torna, már itt ugye hazai
mérkőzések, meg kell nyerni a mérkőzéseket, tehát itthon a szurkolóknak, saját magunknak, a stábnak be kell bizonyítani, hogy érdemes kilátogatni a magyar jégkorong válogatott meccseire, ez az első és legfontosabb, tehát izgalmas mérkőzéseket, ha lehetőleg győztesként levonulni a végén. De főleg úgy gondolom, hogy az edzői stábnak, vagyis hát az edzőnek, mert a stáb azért már ismeri a játékosokat, a főedzőnek fontos, hogy meglássa, hogy kire is számíthat majd májusban. Úgyhogy ez a legfontosabb szerintem az ő szemszögéből. Azért is gondolom, hogy mindenki szóhoz fog jutni ezen a három meccsen. Én nagyon várom, majd meglátjuk, hogy mikor, hol kapok szerepet, és azon 100%-kal kell teljesíteni. Mint mondtam, a munkamorál nagyon ki van emelve, mint eddig is, de most ez már itt az elején ki lett mondva, hogy aki félgőzzel megy, az nem lesz ott a végén, majd amikor fontos lesz, hogy bekerülje a keretbe.